Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőjét. Dióhéjban talán azt mondhatom, hogy a Vox Mirabilis Kamara kórussal mindig történik valami, így például most is erről fogunk beszélgetni stúdiónk vendégével, Zemlényi Katicával. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Örömmel jöttem. Hát nem lassultok le sosem. Igen, mindig azt gondolom, hogy talán az elmúlt évad az, amelyik, ez egy nagyon csúcs évad volt, és rengeteg mindent csináltunk, és most talán egy picit lehet pihenni, vagy kicsit regenerálódni, aztán jön egy újabb meghívás, és akkor már is borul ez a pihenős programunk. Nagyon rangos, névos eseményekre hívják a kamarakórust. Így van. Most legutóbb volt egy koncertünk a Jézus Szíve templomban, ahol James Whitburn Son of God meditatív miséjét adtuk elő. Ezt a koncertet két héttel ezelőtt Budapesten is megismételtük. A Gabrieli kórus volt a vendégünk, és Cserta Balázs szaxofonművész, valamint Tóka Ágoston orgonaművész működött közre ezen a koncerten. Hát ez egy rendkívül izgalmas mise, egy ilyen nagyon pihentető, és nagyon meditatív, és nagyon szépen vannak megírva az akkordok benne, a ritmikája, és hát az érdekessége, hogy ez gyakorlatilag egy ősbemutató, hiszen James Whitburn még él, hál' Istennek, és nem is annyira idős Angliában, úgyhogy ezt a misét még nem mutatták be, egyszer Budapesten igen, de Székesfehérváron ez volt most az ősbemutató. Meg egy nagyon mély spirituális üzenetet tartalma is van, legalábbis szerintem amennyire azért utána olvastam ennek a műnek. Meg hát a résztvevők is, hiszen azért a kamarakórus is, ugye Tóka művész úr is. Így van. James Whitburnnek ez a miséje, Son of God, ugye Isten fia ez a címe, és végigmegy a hagyományos mise részleteken, ugyanakkor hozzátesz még egy-egy részletet, tehát a Kyrie és a Glória után például van egy Lávame, ami a megváltásról szól, vagy van egy Amen vége, ami egy igazi kiteljesedés kórusra, szaxofonra és orgonára írt mise. A Gabrieli kórus pedig azért volt a vendégünk, mert az igazi anglikán, angol kórusmuzsikának ők a budapesti megtestesítői, Sólyom Richard vezényelte ezt a misét. Sólyom Richard, ő az anglikán egyház zenében a legelismertebb magyarországi képviselő, ő angol származású egyébként, és annyira autentikusan tudja ezt, hogy azt gondoltuk, hogy ugye mindig kalandozunk bizonyos zenei világba a Vox Mirabilis kamarakórussal, hát most az anglikán zenébe kalandoztunk, és ahogy ők is hoztak egyébként olyan repertoárt, amit csak ők énekeltek a kapella, így mi is hoztunk olyan angol kórusmuzsikát, amit nem nagyon szoktunk máskor énekelni. Mennyire tesz hozzá mondjuk a hangzáshoz a helyszín, hiszen az akusztika az gondolom, hogy teljesen más egy ilyen közegben. Így van, ezt köszönöm is, hogy kérdezted. A Pasaréti templomban Budapesten, amikor ezt a misét énekeltük, az egy hatalmas templom, óriási, nagyon nagy az akusztikája, egészen másképpen kellett figyelni. Ilyenkor én mindig elmondom a kórustagoknak, ugye én is vezényeltem a két kórust együtt, hogy sem a vízhangot nem szabad megvárni, sem a mellettünk levő énekét, hanem csak kézre szabad jönni, és akkor nem csúszik szét. Hál' Istennek nagyon szépen sikerült. Itt a Jézus Szíve templomban is fantasztikus akusztika van, és itt is nagyon-nagyon-nagyon jól sikerült, és hát arról nem is beszélve, hogy ahogy a szaxofon szól ezekben a templomokban, hát egy olyan mély, én nem is tudom, annyira közel visz Isten ezt tényleg, nem is gondolta volna az ember, ugye mindig a hegedűk, meg a csellók, meg a nagybőgő, meg az orgona, és közben kiderül, hogy vannak bizonyos hangszerek, amik egy olyan lelki megnyugvást adnak, hogy el se gondolja az ember. Ez ugye a múlt, de hát menjünk előre a jövőbe, hiszen azzal kezdtem, hogy mindig történik veletek valami, és mindig csodálatos helyszínekre, rangos programokra kaptok meghívást. Igen, most egy nagyon izgalmas és különleges meghívást kaptunk Moszkvába, a Szeplőtelen Fogantatás katedrálisba augusztus 19-ére egy önálló koncertre, ami hát még mindig azt gondoljuk, hogy ez talán egy álom, vagy nem is tudom, hogy ez hogy lehet. Amikor megérkezett ez az e-mail, akkor én nem is gondoltam, hogy ez valóban nekünk szól, és hát olyan üdvrivalgásba tört ki a kórus, amikor ezt elmondtam nekik, hogy hát nem is tudom, hogy
Ugye mi nagyon örülünk a bécsi meghívásoknak, a Salzburginak, Rozsnyóban jártunk, Kassán jártunk, Opoléban, nagyon sok helyen, Zadar, tehát hogy tényleg itt az európai városokban, nagyvárosokban, de hát ilyen komoly zenei múlttal rendelkező város, mint Moszkva, hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges és nagyon extra dolog. És gondolom, ilyenkor már azért elkezditek a felkészülést is nyilván. Igen, azonnal nekiláttunk, ugyanis ilyenkor érkezik a meghívótól, már mégpedig a katedrális zeneigazgatójától, Valentina Novakovszkától egy olyan kérés is, hogy ők mit szeretnének hallani. És én először azt gondoltam, hogy ugye a kedves nézők és hallgatók is tudják, hogy mi az orosz ortodox kórusmuzsikában otthon vagyunk, hiszen nagyon sok koncertet adunk, és ebben már kicsit begyakoroltuk magunkat, hogy talán ez lehet az oka, de nem, hanem ugye annyi felé jártunk már, hogy a hírünk eljutott odáig is, és ők a nyugati egyházzenére kíváncsiak, azon belül is a kortárs egyházi muzsikára, és hát ha már itt tartunk, akkor nyilván Kodály Zoltánt és a magyarokat nem fogjuk kihagyni. Tehát van egy fix programotok, de gondolom, hogy közben azért folyamatosan zajlik a más jellegű fellépésekre is a felkészülés. Hogyan lehet ezt összehozni Katica időben? Nyilván tudom, hogy egy nagyon jól szervezett csapat van, de hát egy nap azért 24 órából áll. Így van. Sajnos nem tudunk minden felkérésre elmenni, koncertezni. De ez jó is részben, nem? Mert hogy ennyire felkapott a kórus. Igen, nagyon sok helyre hívnak. Egy biztos, hogy amikor jótékonysági koncertről van szó, akkor soha nem mondunk nemet. Tehát akkor tényleg mindig megyünk és csináljuk. Még egy pillanatra visszatérve egyébként a Pasaréti koncertre, az is egy jótékonysági koncert volt önmagában, és egy olyan különleges dolog történt ott meg, például a kórussal, amit én már régóta terveztem, és folytatni fogjuk Cserta Balázzsal, hogy a kapella kórusműveket énekelünk, és ő hozzájátszik valamit szaxofonon, improvizál. És például ez a régi álmom, ez most tudott megvalósulni, és tényleg Balázs is annyira örült ennek, hogy ez létrejöhetett. Nagy különlegessége volt az esti dal például, amikor mi egyszerűen csak egy-egy akkordot tartottunk, és ő hozzáimprovizált. Szóval, hogy erre is kellett készülnünk, ugyanakkor már Moszkvára is kellett készülni, és nagyon nagy eltérések vannak ugye a zenei idők, a zeneművek között. Ez csak úgy lehet, hogy én időről időre, hónapokra előre beosztom azt, hogy melyik kóruspróbán mit fogunk venni, és mi az, amire fel kell készülni. Ugyanakkor a kórustagok nagyon sokat beletesznek, mert nagyon sokat gyakorolnak otthon is. És akkor nyilván visszacsatolok a helyszínre, hogy nyilván ott, amikor majd megérkeztek, és ott lesztek Moszkvában, akkor fogjátok igazán kitapasztalni azt, hogy ott a maga helyén hogy szól a mű, nem? Igen, ez megint egy különlegesség, hát ez egy hatalmas templom, tehát ez igazából ez a katedrális, ez nagyobb, mint a Szent István Bazilika, vagy az Esztergomi Bazilika, tehát még nagyon meg kell néznünk, hogy van, de ez egy olyan egyházzenei helyszín Moszkvában, az egyik legnagyobb egyházzenei helyszín, ezért is kell nagyon felkészülni, és nagyon odafigyelve a műveket kiválogatni, ahol azért nyilván biztosítanak egy olyan 2-3 órás próba lehetőséget, hogy hogy tudjuk kipróbálni ezeket a helyszíneket, mert ugye akik járnak a koncertjeinkre, azok tudják, hogy mi nem a klasszikus formában énekelünk, hanem azért több helyszínen, több felállásban, koreográfiával, több formában éneklünk, ahogy éppen az adott mű kívánja. Tehát akkor még a helyszínen is lesz munka bőven, mondhatjuk ezt. Igen, így van. Nagyon sokat kell még ott is gyakorolnunk, és hát ugye érezni kell az ottani akusztikát, a helyszínt, hogy a nézők hogy fognak helyet foglalni, hol ülnek. Ez egy olyan nagy egyházzenei központ is, amellett, hogy egy katolikus katedrális, hogy kivetítőn szokták már a templomon belül is a nézők felé vetíteni a koncertet,
koncertet, mert tényleg olyan hatalmas, hogy messziről nem is látszódnának esetleg a... Tehát több kamerával veszik közben, hát amennyire örülünk ennek a meghívásnak, annyira izgulunk is, mert magyar kórus még nem énekelt itt, tehát mi leszünk az első magyar kórus, aki a magyar kórus kultúrát oda tudjuk vinni. De ez megtiszteltetés is ugyanakkor, nem? Így van, igen. Meg hát Fehérvárnak is egy fantasztikus dolog szerintem, hiszen azért Fehérvár hírnevét is tudjátok ott öregbíteni. Igen, fogjuk is mindenképpen, és szeretnénk kapcsolatokat építeni, hiszen nem csak ebben a katedrálisban fogunk ott énekelni, hanem mivel augusztus 20-a is pont beleesik ebbe az időszakba, az ottani magyaroknak is fogunk külön koncertet adni, gondolom örülni fognak, hiszen élő magyar zenét nem biztos, hogy ők hallanak, magyar nyelvű zenét nagyon sokszor. Moszkvába nagyon kevés kórus jut el, vagy szólista jut el, úgyhogy ez azért is lesz különleges, és hát az augusztus 20-ai ottani kis házi ünnepségen is részt veszünk. Ezen kívül több koncertet szerveznek nekünk, ami most alakul még, hiszen április van, úgyhogy addig még kialakul, hogy hova megyünk még. Azt már nagyjából lehet tudni, hogy ugye augusztus 19-én lesz az első nagy bemutatótok, de hogy mikor indultok, és körülbelül meddig maradtok? Vagy ez attól hogy függ, hogy hány fellépés lesz? Nem, hát már január, február környékén meg kellett a repülőjegyeket vásárolni, hiszen hogyha a kamarakórussal, ugye 28-30 fővel megyünk, azt nem lehet csak úgy az utolsó pillanatban. Augusztus 16-án utazunk, és 22-én jövünk vissza, és hát hál' Istennek tudunk válogatni az ottani fellépések között is, mert nagyon, nagyon sok mindent felajánlottak, de ez az igazi, ez ugye 19-én lesz, és ami nagyon nagy dolog, hogy előttünk itt Európa és a világ profi együttesei és szólistái léptek fel eddig, és hát ezt egy kicsit úgy nem is tudjuk még elképzelni, hogy minket hogy hívhattak meg ide, de aztán mikor kérdeztem, hogy hogy jutottak el hozzánk, akkor mondták, hogy hát ugye megkapták azt a nemzetközi CD-t, amin mi képviseljük Magyarországot, például ezt ugye minden zenei központnak eljuttatták, és hát ugye több helyről is értesültek, meg nyilván utána néztek, úgyhogy hát ez nagyon különlegesség nekünk most. Mindemellett ugye ne menjünk el azok mellett, a feladatok mellett se, amik azért most vannak, várnak rátok, hiszen azért van egy csomó minden, amiben tevékenykedtek, pályázatokról is be tudunk számolni. Így van, egy olyan dologba kezdtünk bele, amit eddig még nem csináltunk, ugyanis a Muzsikál az Erdő alapítvánnyal mi nagyon szoros kapcsolatban vagyunk évek óta, tavaly is Szentkúton és Mátraalmáson énekeltünk, és a Mátraalmáson levő Muzsikál az Erdő fája mellett egy szabadtéri koncerten, ahol kb. 300-an ültek az erdő közepén és hallgattak minket, egyszer csak a koncert közepén félbeszakított minket egy úriember, aki bemutatkozott, hogy ő egy költő, és most a koncert közepén jött az ihlet, és ő a természetről írt egy verset. És arra gondoltunk, hogy milyen jó lenne ezt megzenésíteni, úgyhogy kiírtunk egy zeneszerzői pályázatot kórusműre, hogy ezt a verset lehet megzenésíteni. Már most jönnek az érdeklődők, és ez egy különleges dolog lesz, hiszen július 2-án lesz ennek a bemutatója, szintén ott Mátraalmáson és Szentkúton, úgyhogy különböző díjazások lesznek, és a zeneszerzők azok hát jó név vették, mert egy nagyon kedves vers, és nagyon könnyen megzenésíthető. Sokakat megmozgatott? Igen, nagyon sokakat megmozgatott, és nyilván kiírtuk a pályázatot, de azért van néhány kérdésük, és sorban veszem fel a telefont, és a kérdésekre válaszolok, mert nem szabtuk meg, hogy hány perces legyen, nem szabtuk meg, hogy zenekaros kíséret, vagy csak akapella legyen, és azt is, hogy 2, 5, vagy 10 szólamú legyen. Az volt a kérésünk, hogy bármilyen kórus el tudja énekelni ezt a kórusművet, úgyhogy ezzel kapcsolatban folyamatosan jönnek a telefon. Igen. Na kíváncsian várom majd a folytatást, és sok sikert kívánok mindenhez, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. A Muzsikáló Erdőből most menjünk egy kicsit át az erdélyi muzsikába, a Pelikán Színházban járt kollégám Bakler Lajos, tekintsük meg az ő összeállítását. Érezd, nem tudod, itt voltál, lelőlek, megsütlek. A Vörösmarty Színház Erdő Muzsika című darabjában Kozári Ferenc alkotócsapata beavató színházi előadásában a Zengő erdő lakóinak életét ismerjük meg. A darabban a természet és a zene kapcsolatát három baráttal egy zenész és a megtért vadász mutatja be.
ez volt a célom, hogy szembesüljenek a hangszerekkel, ha nem is sokkal, mert ugye egy az egyben csak a hegedű meg a fuvola, ami megszólal, de bejátszásról az alaphangszerek, a fuvosok és a vonosok, azok megjelennek nekik kedves, kellemes, ismert dallamokon keresztül. A gondolatot tett követte, hiszen megszületett ez a darab. Az első pillanattól kezdve tudtad, hogy így szeretnéd felépíteni? Igen. Egész véletlenül, mikor azt tudtam, hogy kicsi gyerekeknek kell egy beavatót, akkor rögtön eszembe jutottam már két előző előadásban kipróbált módszer, tehát élő hangszer az nagyon erős. És mivel, hogy természet közeli békéne tenni a világunkat, természetbaráttá, ezért az erdő is magától jött, hogy akkor az erdő hangszer, erdei állatok. Szóval gyorsan ment, meg volt az első ötlet, akkor utána ez már így organikusan így alakult ki. Az interaktív játékban Sipos Sára és Hegedűs Helga sokszor az erdőbe járnak gyakorolni, de útközben most egy gyermekcsapattal találkoznak. Együtt csalogatják elő zenélve az állatokat a sűrűből, megismertetve egyedi hangjukat a lurkókkal. Nekem ez az első ilyen beavatós színház, amit csinálok életemben, és ugye hozzám nagyon közel a zene, ugyanis én itt végeztem Székesfehérváron a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola és Gimnáziumban, 12 évig tanultam zenét, illetve hát fuvolázni is tanultam, és úgy látom, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak a zenére, és nagyon sok dalt tudnak, és nagyon ügyesen teljesítik azokat az egyszerű feladatokat, amiket kiszabunk nekik, tehát mindent vissza tudnak énekelni, mindent vissza tudnak tapsolni, úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, hogy ilyen ügyesek a gyerekek. Búrján Gabriella, Hegedűs Helga szerepében valósággal lubickol, abban a világban, amelynek minden egyes napja ünnep. Mint szülő, mint zenepedagógus, és mint egy pici gyakorlattal rendelkező színházi ember talán, hát ez nekem maga a Kánoán, tehát én itt több téren tudok egyszerre mozogni, és nagyon élvezem, igen. Azokat a kapcsolódási pontokat, amire ráleltetek ilyen formában, és azt hiszem, hogy ezt lehet a hétköznapi életben is használni. Tehát itt a természet és a zene kapcsolatára gondolok, hiszen zenekari zenészként is gyakran találkozol ezzel. Igen, igen, és szerintem nagyon fontos, hogy már a gyerekek ilyen picinek gyakorlatilag megtanulják, ne is megtanulják, hanem beléjük ivódjon ez a fajta a zene és a természet iránti szeretet, és annak a közelsége mindkettőnek gyakorlatilag, hogy itt vesz körül mind a kettő minket, a zene, a zajok, a hangok, a természet hangjai és a hangszerek is. Remete Rezső egykor dobos volt egy zenekarban. Most elvonulva az erdőbe, a zajos, teleszemetelt világból nehezen oldódik, de mogorvasága eltűnik, mikor társakra talál. Próbáljuk a gyerekeket arra egy picit jobban rávenni, hogy ugye a természetben milyen hangokat lehet előtt hallani, és ezt összekötni azokkal a hangszerekkel. Éppen ezért próbáltuk ezeket a kézzel üthető hangszereket, mert ezek inkább hasonlítanak azokhoz a hangokhoz, amit nagyjából lehet hallani ezektől az állatoktól. Azzal, hogy most ez a kapcsolat ugye létrejött, és a gyermekeket is nyilván bevontátok, ez nagyon sokat tettek azért, hogy mindkettő fontos dolog együtt járjon, tehát a természet és a zene. Hát ettől a pár előadástól visszakapott hát kritikák, vagy inkább óvonéniktől kapott vélemények nagyon-nagyon-nagyon-nagyon pozitívak. Nagyon sok helyen próbálják ők is az óviban a gyerekeket e felé elvinni, és nagyon-nagyon-nagyon örülünk, hogy legalább ezt így még tudjuk tudatosítani ezekben a kis fiatal növendékekben. A kiváló előadás egyfajta misszió, ahol megerősítik a gyermek lélek vágya, a természet tisztasága, a zene szeretete, vagyis mindaz, ami a hétköznapokat széppé és ünneppé teszi. Kedves nézőink, ez volt már a Paletta Kulturális Magazin. Köszönöm, hogy velünk tartottanak, tegyenek így legközelebb május 8-án, várjuk majd önöket, viszontlátásra, kellemes időtöltést!